Tavaly októberben, amikor a színész éppen a következő filmjét forgatta, egy kellékpisztollyal halálosan megsebesítette operatőrét. A rendőrség nemrégiben közzétett egy videót a színész kihallgatásáról, amely 3 órával az eset után készült. Ezen a felvételen a színész arról beszél, hogy nem szeretne közszereplő lenni, majd ezek után jókedvűen nevetgél és viccelődik. Az embereket nem csupán az sokkolta, ami történt, de az is, hogy a színész semmilyen együttérzést nem mutatott az ügy kapcsán, és ez a felvételből is jól látszik. A színész egyébként mossa a kezeit, elmondása szerint nem őt terheli a felelősség a történtek miatt. Egyszerűen csak elsült a fegyver a kezében. Meghan és Harry kapcsolata körül folyton izzott a levegő, és mindig adtak valami csámcsogni valót az egész világ számára, most azonban Meghan apja volt az, aki kifejezte nem tetszését Harry kapcsán. Szerinte Harry egy idióta. A beszólás abból pattant ki, hogy a lánya, Meghan és Harry ki szeretnék hagyni második Erzsébet gyémánt jubileumi ünnepségét, mellyel megünneplik a királynő trónra lépésének 70. évfordulóját. Egy hónapokig tartó rendezvénysorozattal, sőt, egész évben tartó ünnepléssel, azonban a főrendezvény június 2 és 5 között kerül megrendezésre. Harry és Meghan biztonsági okokra hivatkozva döntöttek úgy, hogy nem jelennek meg majd rajta, ellenben Meghan édesapja nagyon várja már az eseményt, hogy így fejezze ki tiszteletét a királynőnek a családja nevében. Azt is nehezményezte, hogy a legutóbbi látogatásuk alkalmával nem vitték magukkal gyermekeiket. Szerinte igenis joga van a királynőnek ahhoz, hogy láthassa dédunokáit. Szerinte nevetséges, hogy a lánya és a férje úgy hiszik, nem lennének biztonságban egy ilyen eseményen. Szerinte veje, Harry úgy viselkedik, mint egy gyerek, és nem mellesleg egy idióta. Végleg véget ér a közkedvelt show, melynek már leforgatták az utolsó epizódját, ami május 26-án kerül majd adásba. A műsor 2003-ban indult el, és nagy sikereket tudhat a háta mögött. Meg annyi híresség bukkant fel a műsorban, mely rendkívül szórakoztató volt. Mindannak ellenére, hogy a műsorvezető kapott nagyon sok csúnya negatív kritikát az elmúlt években. És ha ez nem elég, akkor most James Corden is bejelentette, hogy 2023-ban kiszáll a műsorából, a The Late Late Show-ból. Azt azonban megígérte, hogy az utolsó évad ütős lesz majd. James 2015-ben vette át a műsor vezetését, és eszméletlenül vicces és szórakoztató epizódokat hozott a nézők elé. Hogy ki lesz a következő műsorvezető utána, azt még nem lehet tudni. Jövő nyáron láthatjuk majd a színésznőt Barbie szerepében, és erről a filmstúdió meg is osztott egy posztot. Nem tudom ti, hogy vagytok vele, de nekem felkeltette az érdeklődésem, hogy mit tudnak majd kihozni ebből a filmből, és nagyon remélem, hogy Barbie-t nem egy buta, szőke szerepébe helyezik majd bele. A nagy sikerű film hamarosan folytatódik tovább, ráadásul nagy valószínűséggel, ugyanazokkal a színészekkel, akik az előző filmben is szerepeltek.